Sziasztok! Rubi vagyok a Két Világ Közből. Örülök, hogy újra itt vagytok velünk. A mai videóban úgy döntöttem, hogy sokatok kérésére az orchidea kártevőivel fogunk egy kicsit foglalkozni. Nagyon sokan kérdeztek kommentben, mint például Balog Adél is, hogy miket lehet tenni az orchideák kártevői ellen. És úgy éreztem, hogy mivel nagyon sok dolog van, amit el lehetne mondani mindegyikről külön-külön, ezért nem egy nagy videót készítek az összesről, hanem mindegyikről egy külön videót, tehát ez olyan lesz kb. Mint egy kis videósorozat, és ez lenne az első rész. Ebben az első részben a viaszos vándor pajzstetűt szeretném mindenféle apró részletekben kiboncolgatni, mert ez szerintem az egyik legveszedelmesebb orchidea állati kártevő. Kezdjünk is neki! Azért esett erre a választásom, mert úgy gondolom, hogy ez az egyik legveszedelmesebb kártevő, amiatt, mert ez egy nagyon szapora állat, és amiatt, hogy ilyen szapora, nagyon nehéz kordában tartani. És erre anyukám példáját tudnám felhozni, ebben a videóban az ő képeit is fogom használni, hogy meg tudjam nektek ezeket mutatni, mert nekem most jelenleg pont nincsenek ilyenjeim, szerencsére, de ő volt olyan aranyos és elküldött nekem képeket a mostani orchideáiról. Szóval röviden az ő története annyi, hogy kapott 2 leértékelt orchideát, azért mert ő nagyon szereti az orchideákat, és úgy gondolták, hogy majd ő ezeket így fel tudja majd gyógyítani. És sajnos ezen a 2 leértékelt kicsit törött, tudjátok, olyan, amit már úgy ki akarnak dobni az áruházakba, de mégis vannak, akik megsajnálják. Szóval 2 ilyen került be hozzá, és akkor már volt rajtuk ebből a bizonyos viaszos vándor pajzstetűből, és sajnos nem csak ezen a 2 maradt, hanem ugye sajnos tovább is terjedt, és nagyon nehéz őket a mai napig kiirtania. Az a 2 adott növény, amit kapott, amivel bekerült ez a fertőzés, az sajnos már azt a 2 növényt tönkretette, viszont most még újabb 2 növényen továbbra is ott vannak, és már több mint egy éve tart nála ez. Úgyhogy ebből gondolom azt, hogy hát nagyon nehéz ezektől a kártevőktől megszabadulni, és ezért gondoltam azt, hogy ezzel kezdeném. Úgyhogy mivel ezek a kártevők szivogatják az orchideák nedveit, ezért nagyon könnyen le tudják gyengíteni az orchideákat, és ahogy a nevében is van, ez egy vándor pajzstetű, tehát nagyon könnyen mozog egyik növényről a másikra. Szóval emiatt is problémás ez a kártevő. Úgyhogy kezdjük is azzal, hogy hogyan lehet felismerni. Legtöbben onnan tudják felismerni, hogy az orchidea levelein, vagy így ezekben a kis zigeszugos részeken, közel a szárhoz, vagy akár csak tényleg a levél alján, vagy a levél tetején elkezdődik egy ilyen fehéres, viaszos, hálószerű bevonat keletkezni, és ragacsos nyomot is hagy maga után. Amint ezek a kis kártevők elkezdenek növekedni, ugye már egyre jobban lehet őket látni, és szabad szemmel is láthatóvá válik a viaszos vándor pajzstetű. Tehát leginkább abból lehet észrevenni, hogy a növényeiteken ezek a fehér nyomok ott vannak, mint ahogyan itt a képen is láthatjátok, és ez a ragacsos kis maradvány is, ami általában az ürülékük, ez is ugye látható, és mondjuk foltokat hagy a növényen, és tényleg így hát nem egy szép látvány, valljuk be. És még hozzáadnám azt is, hogy onnan is láthatjátok, hogy ezek így szépen mozognak a növényen, tehát láttok valami mozgást, akkor lehet, hogy ugye erről van szó. Összefoglalva, a mészharmat az, ami leginkább árulkodó jelei annak, hogy ilyenjeitek vannak, plusz ezek a fehér foltok, hálós szerkezetek, amik bevonják az orchideát. Hogyan kerülhet be a ti háztartásotokba ez a kártevő? Hát leginkább én azt mondanám, hogy többnyire vásárlással, mint ahogyan anyukám példája is mutatja, ezért nagyon fontos a körültekintő orchidea vásárlás, tehát bizonyosodjatok meg arról, hogy ahol veszitek az orchideát, az egy megbízható hely, bolt vagy kereskedő,
és igazából még, hogyha megbízhatónak is hiszitek, vásárlás előtt, mielőtt kifizetnétek, nézzétek át az orchideát. Szerintem ez nem szégyen, mert végül is ti fizettek azért, amit meg akartok vásárolni. Nézzétek meg a leveleit, nézzétek meg a szárát, nézzétek meg az ültetőközeg tetejét, és így tovább. Bizonyosodjatok meg róla, hogy ez egy egészséges és nem fertőzött orchidea. Egyébként nem csak a vásárlással kerülhet be, hanem bekerülhet más növényekről is, ami nagyon érdekes, mert ugye ez egy vándor kártevő, tehát szépen lehet, hogy egy másik növényeden van, nem veszed észre, és átmászik a te orchideádra is. Vagy esetleg áruházakban is, nem feltétlenül az orchideák lehet, hogy a fertőzöttek, hanem egy másik éppen azon a polcon árult, vagy a közelben árult másik háztartási növény, vagy dísznövény, és arról is át tud kerülni nagyon könnyen, hiszen többnyire a friss, vékony levelű hajtásokat nagyon hamar meg tudják célozni. Úgyhogy így is bekerülhet, és a harmadik pedig az, hogy a légáramlat behozza. Ugye ezek nagyon szeretik a meleg, nedves klímát, és amikor például nyári szezon van, szerintem elkerülhetetlen, hogy akik kertes házban laknak, vagy egyébként lehet, hogy egy lakótelepi lakásban is akár egy fuvallat szépen behozza őket, akarva, akaratlanul, tehát így kerülhet be hozzátok. Amit még elmondanék, hogy ezek többnyire 1-2 mm-estől 5-6, maximum 7 mm-esre nőnek, és eleinte ezért is nehéz észrevenni őket, mert amíg kicsik, addig nem annyira jelentőségteljesek, vagy hát nehezen észrevehetőek, de amint fehér foltokat kezdtek el észrevenni, azok már valószínűleg, hogy ők lehetnek, úgyhogy ezért is fontos a hamari észrevétel és a kezelés. Hogyan tudjátok az orchideáitokat megmenteni, hogyha ilyen kártevő pusztít nálatok? Az első dolog, amit tehettek, az az, hogy amikor látjátok ezeket a növényeket, rögtön kézzel távolítsátok el őket. Ez azért fontos, mert hogyha azt gondoljátok, hogy jó, majd visszajövök 2 perc múlva, már lehet, hogy nem pont ott lesznek ezek, hanem már máshol elbújnak itt a levelek közeiben, lemásznak esetleg az ültető közegbe, tehát már nem biztos, hogy ugyanott lesznek. Amikor látjátok őket, le kell szedegetni kézzel, vagy egy nedves fülpiszkálóval, vagy egy vattakoronggal, és öljétek meg őket. Tehát ne az legyen, hogy most leszeded és kidobod a kukába, mert sajnálod szegényt, mert igazából őket nem nagyon kell sajnálni, hanem tényleg tegyétek, mert öljétek meg őket, pusztítsátok el, mert ezek kártevők, és hogyha csak kidobod a kukába, lehet, hogy visszamászik, vagy túléli, és majd más növényen fog elkezdeni élősködni, tehát tényleg próbáljátok elpusztítani őket. A második dolog, amit tehettek, az az, hogy elkülönítitek a beteg fertőzött növényt a többitől, tehát úgymond karanténba kell helyezni őket. Ez azért fontos, hogy megpróbáljátok ennek a kártevőnek az invázióját megelőzni, mert tényleg mivel vándorolnak, nagyon hamar egyikről átmegy a másikra, és akkor így szépen körbefertőz mindent. Úgyhogy ha tudjátok, próbáljátok meg egy külön szobába, egy külön ablakpárkányba, vagy ablakpárkányra tenni őket, hogy ne legyenek annyira közel a többi orchideáitokhoz, vagy egyéb dísznövényeitekhez. Szóval mindenféleképpen azért próbáljátok meg az orchideáknak való feltételeket biztosítani, tehát ne egy sötét kamrába tegyétek őket, csak ne legyen nagyon közel a többi orchideához. Tehát karantén, ez a második. A harmadik a denaturált szesz alkalmazása. Ez annyit tesz, hogy egy fülpiszkálót vagy egy vattakorongot szépen benedvesítetek ezzel a denaturált szesszel, ez végül is ilyen fertőtlenítő alkohol, többnyire gyógyszertárakban lehet kapni, és szépen elkezditek a levelek tetejét és alját szépen végig mosni végül is, és így végül is az alkohol az elpusztítja ezeket az állatokat, és a petéiket is. Tehát szépen végigmentek minden levelen, száron, és az sokat segíthet. A negyedik dolog, amit megtehettek, az egy oldat készítése, ami 3 alapanyagból áll, vízből,
folyékony szappan vagy mosogatószer és 3%-os hidrogénperoxid oldatból. Ezeket egy ilyen sprays flakonba egyenlő arányba összekeveritek, jól felrázzátok és befújjátok jól a növény leveleit végig, hogy mindenhova jusson, heti egyszer. És minden ezután a befújás után, mivel ugye ez befolyik azért ide a szár, tehát ide erre a részre a levelek közé, ezért ilyenkor egy nagyon jól szellőző helyre kell tenni, mondjuk jó, hogyha egy kicsit a nap is ilyenkor éri, hogy meg tudjon ez száradni a leveleken. Ez nagyon fontos, tehát hogy ne csak úgy álljon rajta, hanem viszonylag hamar ez így meg tudjon, hát így a levelek be tudja fedni. Ez is elvileg elpusztítja ezeket a kártevőket. És végül az ötödik az az átültetés. Hogyha tudjátok azt, hogy ilyenek fertőzték meg a növényeiteket, akkor ültessétek át azért, mert ezek le tudnak menni az ültető közegbe, bepetézhetnek, és te lehet, hogy leszedegeted a növényről, amit látsz, és mondjuk megvolt a sprézés és minden, de a peték kifognak újra alul kelni és visszamásznak, és ezért nagyon hosszú ideig elhúzódhat ez az egész. Úgyhogy ezeket tudnám mondani, hogyha ilyen problémátok van. Végül pedig azt szeretném még elmondani, hogy nagyon fontos a megelőzés, és tényleg visszatérve arra, amit már említettem, nagyon fontos, hogy amikor vásároltok, átnézzétek a növényt a megvásárlás előtt, mert tényleg bekerülhet az otthoni orchideáitok közé ez a kártevő elég könnyen, és tényleg próbáljátok megbízható helyről vásárolni, vagy csak tényleg legyetek körültekintők, és még úgy hozzáadnám azt is, hogy viszonylag tényleg időközönként nézzétek át az orchideáitokat, hogy biztosan egészségesek legyenek, tehát nézzétek át a leveleket, csodáljátok őket, mert hát végül is gyönyörűek, ezt mondanom sem kell, és hogyha időben észre tudjátok venni ezt, akkor ugye sokkal könnyebb dolgotok van, mint hogyha már egy nagyon erősen fertőzött növényről van szó. Még egy dolog, amit elfelejtettem, a megelőzésnél még az is fontos, hogyha vesztek egy új növényt, egy ideig azért figyeljétek meg, és ne helyezzétek be rögtön a többi növényetek közé, próbáljátok megnézni, hogy tényleg minden oké vele, és egy olyan 2 hét elteltével ültessétek is át, mert egyébként is jót tesz neki, hogyha új közeget kap, plusz ki tudjátok így védeni azt, hogyha esetleg fertőzött az ültető közeg, hogy a többi orchideára így nem fog átterjedni a gond. Végül még azt ugye szerettem volna elmondani, hogy lehet kapni rovarirtó szereket is, tehát hogyha tudtok, vehettek ilyet is, ez rajtatok múlik, én többnyire nem szeretek ilyeneket használni, de elismerem azt, hogy vannak olyan helyzetek, amikor szükség van rájuk, úgyhogy még ezt is tehetitek. Végül még azt szeretném kérni tőletek, hogyha volt ilyen fertőzés nálatok, ez a viaszos vándorpajzstetű, írjátok meg kérlek a kommentek közé, hogy ti mit tettetek, hogyan tudtatok védekezni ellenük, mert biztos vagyok benne, hogyha valaki megtalálja ezt a videót, és mondjuk ilyen problémával szenved, annak nagyon sokat segíthettek ezzel. És tényleg, hogyha van tapasztalatotok, akkor azt mindenféleképpen írjátok meg nekünk. És ha kérdéseitek is vannak, azt is írjátok meg, mert fogunk rájuk válaszolni. És még azt is szerettem volna tőletek megkérdezni, hogy melyik legyen a következő kártevő, amiről a következő videó fog készülni. Úgyhogy ezt mind írjátok meg nekünk, és remélem, hogy ezzel sokat segíthettem nektek, és iratkozzatok fel, ha segített rajtatok ez a videó, és hogyha tetszett nektek ez a tartalom. Találkozunk legközelebb is, sziasztok!